Az Európai Beruházási Bank hétfőn 1 milliárd 590 millió euró pénzügyi támogatást utalt Ukrajnának a megrongálódott legfontosabb infrastrukturális létesítmények helyreállítására és a lakosság sürgős szükségleteinek kielégítésére irányuló fontos projektekre, számolt be az Ukrajnszka Pravda hírportál az Európai Bizottság közlésére hivatkozva. A jelentés szerint a forrásokat az Európai Beruházási Bank az EIB Ukraine Solidarity sürgősségi projektjének keretében utaltak. key Ez a második segítcsomag, az elsőt 668 millió euró értékben a háború kezdetét követő egy hónapon belül teljes egészében átutalták. A második pénzügyi segítcsomagban előirányzott közel 1,6 milliárd euróból 1 milliárd 50 milliót azonnal megkap Ukrajna elsősorban a megrongálódott infrastruktúra helyreállítására és az energiaszektor sürgősségi intézkedéseire. A fennmaradó 540 millió eurót az EBB ukrajnai projektje a finanszírozására fordítják, amelyek szintén a megrongálódott infrastruktúra helyreállítására összpontosítanak.